Az elmúlt bajnokságban szezon közben csatlakozott az NB2 mezőnyéhez a Sunshine Nyíkse együttese, amely végül a 8. helyen végzett a keleti csoportban. Az utánpótláskorú játékosok még szerepeltek a megyei bajnokságban, azóta viszont csend volt a csapat körül. Mint az egyesület elnöke elmondta, a következő szezonban is az NB2-ben indul majd el a felnőtt csapat. A csapat gerincét egyébként jövőre is a 23 év alattiak alkotják, és bízom benne, hogy hasonló sikerrel, talán egy picit még merészebb reményeket is megfogalmazunk, mint ami a tavalyi évben volt. Ehhez jönnek olyan igazolások, akik korábban más megyei csapatoknál például játszottak, és hogyha szerencsénk van, akkor még talán az NB1B-ből is, vagy NB1B-t megjárt játékosok is kerülnek. A csapat összeállítása folyamatban van, és augusztus 15-tel elkezdik a felkészülést. A szakmai munkát továbbra is Kovács Tibor irányítja, aki a rutinos játékosok közül számíthat majd Pál Kertin Holbertre, Csikós Péterre, Oroszvári Tamásra, Baptista Péterre és Horváth Bencére is. Az elmúlt szezonban a csapat teremgondokkal küzdött, emiatt többször is fel kellett adnia a pályaválasztói jogát. Ősztől viszont állandó otthona lesz a Sunshine Nyíksének. Folyamatban van most egy olyan beruházás, amelyet a sport szervezetünk végez és kivitelez, ez pedig a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskolának a tornatermi felújítása, valamint az öltözők rekonstrukciója, úgyhogy ott egy teljesen új bázist alkotunk ki, lelátó felújítással, nézőknek lesz hely. Bízom benne, hogy ez őszre elkészül, és következő évben ugyanebben az iskolában majd a B33-as pályák létrehozása az udvaron, amely szintén azt teszi majd lehető, hogy mind az utánpótlás csapataink, mind pedig az NB2-es csapat ugye ezt birtokba vegye, használja és ott tréningezzen. Az NB2 keleti csoportjában jelen állás szerint 12 csapatos lesz a mezőny. A bajnokság október közepén rajtol.